Hálóztok mindenkinek, Triplaká vagyok, és ez itt a Wolfenstein 3D végigjátszásunk következő része. Hát most az a helyzet, hogy MLG Dogi megint nem tartatott velem, volt egy kis elfoglaltsága. Egyébként ez nem úgy van, hogy én egyszer csak azt mondom, hogy MLG Dogi most ne nagyon szerepelgessél. Tényleg van valami elfoglaltsága most, úgyhogy nem tud jelen lenni, ismételten sajnos. De én viszont folytatni akarom a végigjátszást. Túl legyünk végre ezen a második epizódon, mert ez nem valami egyszerű. Na most, itt volt egy kis action, tehát ez nem közvetlen a pálya eleje, azt gondolom látszik is rajta azért. Na remélem, hogy itt nincsenek többen. Na most kérem szépen az volt, hogy ugye innen indultam, és egyből özönlöttek rám a mutánsok, úgyhogy volt itt egy kis piff-puff, meg dir-dur, és hát ide kerültem. Ez volt a biztonságos hely, mond. Vagyis hát a legbiztonságosabb hely ebbe az egész labirintusba. Wolfenstein itt csak labirintusból áll tulajdonképpen, úgyhogy ez nem is olyan nagy újdonság. Na jó van, hát itt volt egy pár mutáns, meg két gárdista, úgyhogy most már mehetünk tovább. Azt hiszem, itt még vannak ketten. Aha, jól tudtam. És hát jól emlékeztem. Először szerintem menjünk balra. Itt kell majd tovább jutni, és hát ez a továbbjutási útvonal, csak ugye kell majd kulcs. De a pályában az jó egyébként, hogy itt is rögtön meg lehet szerezni a golyószórót. Hogyha szükség van rá, akkor nincs probléma, egyből megvan. Mindjárt meg is mutatom, hogy hol. Hát ezek ilyen teljesen nem túl lényeges helyek, bár most lényeges volt, mert egész jól jöttek azok a medikittek. Meg a lőszer is. És akkor itt a golyószóró. És igen, itt fogunk majd tovább jutni, hogyha lesz kulcsunk hozzá. Igen, itt vannak egy páran. Azt hiszem mutánsok is vannak. Így van. Várj meg a másik. Ajajajaj! Hoppá, ezt a szekre nem emlékeztem. Itt is van, nincs, jó van. Hát akkor figyelni kell erre is, mert akkor valószínűleg a másik oldalt is lesz. Ó, tudtam én. Tudjuk a Wolfenstein megjegyezéseim. Itt az a mutánsra már simán elbánunk. Lehet, hogy rosszul emlékszem, de itt mint hogyha lett volna egy titkos hely. Ja, közben nézzünk egy időt. Jó. Hát itt nincsen. Ide meg nem tudunk eljutni ugye. Kulcs nélkül, úgyhogy mehetünk vissza. Hát ez a szívósabb rész. Sőt, itt szerintem mentek is egyet. Mert hát itt tényleg egész jól fog jönni szerintem a későbbiekbe. Itt rengeteg mutáns lesz. És jó nagy mákon volt. Utánpótlás, az most nem kell. Megtartsuk későbbre, tudja, hogy jó fognak még jönni. Na jó, nem ez 1000%, tehát lehet, hogy most viszonylag jól fogom kibírni. És hát jól fogom bírni. Hát ki tudja. Második epizód, bármi megtörténhet itt. Nehogy hátba támadjanak közben. Itt ilyen hatalmas folyosok lesznek. Iszonyat szűk. Hosszú folyosók, úgyhogy hát ja, ezért szívós az a hely. Jó, ez még nem volt annyira vészes, de majd továbbiakban az lesz. Nézzük csak. Jó, itt nincsenek. Na, innen kezdenek a problémák. Rögtön mindkét oldalról, de hát ez még semmi, itt még lesznek többen is. Érdemes ilyenkor várni egy kicsit. Ó, tudtam. Nem tudom, kockáztassak-e, hogy bemegyek, vagy inkább menjek vissza. Á, visszamegyek inkább. Ezzel két cuccosért. Hú, remélem nem rossz felementem, oké. Okay. Ja, hogy erről is lehetett volna menni. Á, értem. Jó. Szépen menjünk vissza.
voltunk már. Oké, okay. Ó, valahogy éreztem. Éreztem, hogy lesz még legalább egy. Hiába, ezekkel vigyázzik el. Na, tényleg sokan lesznek. Jajjajjajj. Nem jó az, nem jó az. Jó. Még mehetünk vissza. Hát ez eddig nem túl jó. Jó, a 75% hát az... Semminél azért több. Meg kell becsülni. Oké, nagyon vigyázni kell, mert itt már azért elég sok mutáns van. Szerintem még a boss pálya se lesz annyira nehéz, mint ez. Hát gyerekek... Itt már csak kockáztatni lehet, tényleg. A játékban az a tipikus pillanat, amikor pont akkor mész vissza lőni, amikor ő is kijön, és akkor egyből fejbe talál. Hát, igen. Mondjuk az elég sok FPS-be szokott így lenni. Na várjál, itt nincsen valami titkos hely. Nem nagyon. Jó, nyomuljunk tovább. Várjunk, várjunk, még egy pillanatot. Itt tuti lesznek, azt hiszem itt SS-ek vannak. Ha jól emlékszem, hát remélem, mert azokat azért kicsit könnyebb kiiktatni. Kivéve, hogyha sokan vannak. Jó. Ezek megvannak. Itt tuti lesznek. Hát nem. Nem mindig jók a megérzéseim amúgy. Hát ezt a pályát nem is nagyon memorizáltam be. Ezzel nem túl sokat játszottam. Na, gyertek. Gyertek csak. Ez mák volt. Ez mák volt a javából. Néha akkora szerencsém vannak a játékba. Jó, itt mentünk egyet, nincs mese. Hát nem mentegetnem kéne, de hát... Nem akarok már nagyon kockáztatni. Itt is tutter lesznek még. És nem. Kés csoda. Jó. Nincs valami titkos helyet, tényleg kéne már keresni valami titkos helyet. Hát talán itt. Még elképzelhető, nem? Nincs. Csak ott használtam ilyen Wolfram DS készült pályaszerkesztőket. Aztán már azt is bememorizáltam, hogy titkos ajtókat hogy lehet betolni, milyen szögből, meg hogy meddig. Mondjuk azt hiszem az úgy van, hogy... Közben ezt meglőm ezt a csávót. Ja, nem azt csinálom, amikor ezt ide elcsalogatjuk. Szóval az úgy volt, hogy... Hogy a régebbi változatokban akár kettőt is tud csúszni. Kettő kockányit. Vagy hát kettő mezőnyit, ha úgy mondjuk. Ha úgy jobban tetszik. Viszont... nem, hülyeséget mondok, azt hiszem hármat is tud. De a feljavított változatokba csak kettőt. Ja, azt hiszem így van. Még így is lehet, hogy hülyeséget mondtam. Hát igen, itt jó sok SS van. Vigyázni kell ezekkel. Gyertek csak. Jó, nézzünk egy időt közben.
Hát én nagyon remélem, hogy nem csak ez az egy pálya fog beleférni a videóba. Na, ennyien voltak. Kész csoda. Na, itt valami titkos hely. Na. Ezt fogadok, hogy 500 merettel elmentem már. Ez mindig így van. Keresik titkos helyeket, de pont nem ott, ahol kéne. Na. Mi van már? Nincsen titkos hely. Jó, még egy kicsit próbálgatok. Hát ha. Hát nincs. És errefele. Azt is érdemes megjegyezni amúgy, hogy az ilyen dekorált falak szoktak általában titkosság lenni. Nem mindig, de az esetek 80%-ában mondjuk. Na jó, húzzunk innen. Eleget láttunk, jöttünk, láttunk, menni akarunk. Vagy valami ilyesmi. Nem erre, hanem erre. És azt hiszem közvetlen a zárt ajtó után lesz majd a... Nem, még nem. Szóval valahol errefele lesz majd a lift. A liftünk. Na kérem szépen, megvan. Jó, hát igen, Skype-ot azt likvidálni kellett volna, ha már a MHG Dogi kolléga nincs fent. Most ha nem felejtettem el, akkor megvágtam, remélhetőleg. Ez ne zavarjon be. Jó, oké. Hát nézzük meg itt, hát ha van egyáltalán ami titkos helyszerűség. Na szóval ez volt a csapda. Ez a nem igazi lift ajtó, azt hiszem, hogy lift is, akkor szédnél őrnek, mintha muszáj volna. De ez az igazi. Be is nyomod. Hát Secret Ratio volt, az így szimbolizál lefele. Na. Hát igen, kérem szépen, ez itt most a legrövidebb pálya az egész játékba. És ha ezt se felejtem el, akkor most így be fogok rakni egy egy számlálót, hogy kiszámítsam, hogy alapvetőleg ez mennyi időbe telik ez a pálya. Jó? Szóval akkor 3-ra indul a időzítő, hogyha nem felejtem el. Remélhetőleg nem fogom elfelejteni. Akkor 3, 2, 1, indul. Sőt, nem is fogom speedrunolni, hanem egyszerűen csak teljesen átlagosan végigmegyek rajta. Tehát nem ilyen gyorsan, mint az őrültek. Bocsánat, hogy aki speedrunokkal foglalkozik, ezt nem úgy értettem. Nem így teljesen lazán. Mint egy normális. Mint amúgy normálisannak. Nem tudok már beszélni megint. És kérem szépen, ez nem álmítás, tényleg eddig tartott a pálya. Most itt fejben nem tudom, de a időzítem biztos mutatni fogja. Szóval ez a vége, vagy nem? Nem ez a vége. Kérem szépen, egy titkos ajtó mögé van rejtve az egész pálya. És hát a pálya mondhatni 90%-a. Ami egyébként elég érdekes ötlet. Tehát ez sok játékban... És hát... miről beszélek? Én gyakorlatilag egyik játékban sem láttam még ilyet. Wolfram D módokban igen. Hát... valószínűleg azok is innen kapták az ikletet. Azoknak a módoknak a készítői is. Szóval jó, ez egy elég egyedi ötlet. Mit ne mondjak. És ugye... hát titkos ajtón belül is vannak majd titkos helyek. Vannak majd? Jó, van már. Tripaká, az sose tudott fogalmazni. Jajajajaj. Csak nem, hogy hátulról betámadjanak. Hoppáré. Hoppáré. Jajajajaj. Bajok vannak. Hát igen, azért ennyire nem kellett volna előre menni.
Kicsit elsietem a dolgot, aztán megint ebbe fogok belepusztulni. Na jó, nyomassunk egy mentés gyorsan. Tényleg majd idővel megpróbálom leszokni erről a mentés dologról, de most muszáj. Vagy hát ki tudja, lehet, hogy ez is a tradíció része lesz majd. Mint amiket korábban említettem. Esetlegesen más videókba. Hát ezt az egészet nem fogom teljes mértékben földeríteni, de amit tudok, azt igen. Talán egy titkos hely, lehet, hogy megpróbálgattam régebben. Na, kutya is megtalált. Elkezdett nyomadosni. Neki ez a mániája. Nem is tudom. Na, akkor... Itt elvileg nincsenek, jó van. Ja, itt lettek volna a mutánsok. Ja nem. Hülyeséget beszélek, itt nem voltak. Oké. Okay. Hoppá. A kis szemétláda. Hát itt semmi extra nincs. Valami titkos hely már tényleg rég találtam. Semmi. De mondom, tényleg még annak az esélye is fönnáll, hogy így simán elsurrantam egy-kettő mellett. Jaj. Vannak még? Remélem, hogy nincsenek. Na most lesz egy olyan rész, legalábbis ha jól emlékszem, lesz egy olyan rész, ahol három extra élet is lesz. Ezt most szépen leszpoilereztem. De azok nagyon jól fognak majd jönni. Ahol nem vertek át. Próbálgatom, hát van valami titkos hely erre. Tényleg ezekre már abszolút nem emlékszem. Úgyhogy most konkrétan vakon próbálgatom az egészet. Megmondom őszintén, hogy azért túl sokat nem játszottam végig ezt a második epizódot. De gondolom ez észre is vehető. Tehát azért is próbálgatom vakon rengetegszer. Na mindegy. Jó. Nincsenek többen. Jó sok korona, golyószóró. Ja, hát érdemes volt eljönni ide. Megnyitni a pálya 90%-át ezzel a titkos ajtóval. Abszolút megérte szerintem. Még egy érdekesség, hogy a játék viszonylag ritkán használja fel ezeket a halott őr sprite-okat. Na itt most igen. Mert hát... azt korábban csak a legelső pályán lehetett látni, vagy még valahol, de azt most nem jut eszembe pontosan, hogy hol, de hát annyi a lényeg, hogy ezek eléggé ritka sprite-ok. Vagyis hát objektumok. Na. Hát igen. Itt szembesülünk a problémával, hogy már megint azok a mutánsok. És egyébként ott vannak a extra életek. Ajjaj. Most gyorsan, ne! Na, egy csipetnyi rage-elés után visszatértem. Hát nem volt túl szerencsés a dolog. Valahogy meg kell úsznunk ezt a részt. Több életet kell spórolni. Jaj! Jaj te, meglőttél. Na. Kinyitott ajtót. Ja, hát ilyen voltam. Csak rosszul hallottam. Akkor jönnek az SS-ek. Tudjuk kívülről, hogy csak négyen vannak. Koronák, golyószóra, meg minden. Hát nincs mese, akkor itt is fogok menteni egyet. Ezt azért nem akarom ideig elvinni megint. Jaj, ne. Passzus. Jó,
visszatöltjük, mert ez így katasztrófa, ugye, hogy van. Ha így folyamatosan oldalazol, akkor megvan, megvan az esélye rá, hogy nem talál el. Még mondjuk iszonyat kicsi, de azért kihasználható. Jó. Hát egy 4 az meg is van. Az a baj, ez még így is kevés. Basszus. Na, hányan vagytok még? Jó. Remek, nincsenek többen, akkor ezeket fölvesszük. És akkor tovább. Hát igen, egy kis gondolkodással azért könnyebb lett volna. Most így utólag. Hát igen, mindig utólag okos csak az ember. Úgyhogy ez van. Az a baj, ez rám is rengetegszer igaz. Na, akkor. Ugye, alapból itt fejeztük volna be, egy kb. 20 másodperc után, de akkor most itt a vége, fuss el véle. Ezek már azért... Ó, kiírható, na, az jó lett. Remek. Oké, és akkor... innen fogjuk majd folytatni. Most ebbe a videóban ennyi elég is. Ez is egy elég különleges pálya lesz. Akik jobban ismerik a játékot, azok már valószínűleg tudják is, hogy miért mondom ezt. De majd úgyis meglátjátok. Szóval akkor ennyi lett volna mára. Köszönöm, hogy néztetek. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, írjátok kommentet. És találkozunk legközelebb is. Remélhetőleg akkor már Magic Dogival. Remélhetőleg. Sziasztok!